Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Csonka László, helyhatósági képviselő a 15. kerületben, a Fidesz padsoraiban, Újpalotán. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először jár nálunk, igen? Így van, így van, így van. Akkor a házszabály nálunk a következő. Igen. Azt mond, amit akar, elmondom, mit nem mond. Mert akkor van egy gomba, amit megnyomok, és akkor katapultál. Nem lehet zsidózni, nem lehet cigányozni, nem foglalkozunk mások másságával, különben azt mond, ami eszébe jut. Hogyan épül és szépül a 15. kerület? Szerintem még mindig Csipke Rózsika álmát alussza. A kedves barátaim szerint kb. 30 évvel ezelőtti állapotok vannak, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az ingatlan biznisz. Pontosan beárazta a 15. kerületet, a budapesti kerületek közül talán az utolsó előtti. Na de hát mit tesz ön az, azért, hogy ez ne így legyen? Igyekszem. Mióta képviselő? Ez most a második ciklusom. Az előző ciklusban egy ilyen demokratikus koalíció, Fidesz összefogás volt a kerület fejlesztése érdekében. Az érdekes ez lehetett. Ez egy elég speciális helyzet volt. Léptünk is. Egy darabig működött, igen. Talán léptünk is előre, de aztán utána szintén újra megállt a folyamat. Annak ellenére, hogy a 15. kerületnek rengeteg nagyon jó fejlesztési lehetősége van, gazdaságilag akár a második Budaörs lehetne, tehát egy ilyen logisztikai központ, hiszen Budapest keleti. Akkor miért csak keleti. Lehetne, miért nem? Én azt gondolom, hogy nem kellően vállalkozásfejlesztési koncepcióban vezetik a kerületet, vagy vezetjük a kerületet, talán lehet ezt így is mondani. Látunk erre példát, a 13. kerület úgy megy fölfelé, mint hogyha rakéta. A 13. kerület az egy emblematikus kerület, mert ott hosszú kadenciákon keresztül nem voltak változások. A változásra szerintem nincs baj, hogyha az jó irányba mutat. A 15. kerület kiváló lehetőségekkel rendelkezik, olyan, mint egy alföldi kisváros mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, illetve az újpalotai részen pedig egy olyan lakótelep van, ahol szintén nagyon sok fejlesztés elmaradt, pedig hát most már ugye 50 éve. Nézzük a szocioekonomiai állapot, amilyen a családoknak, hiszen a Népjóléti Bizottság tagja. Igen, tehát igen. Ha valaki tudja, akkor ön tudja. Így van, elég sok olyan család van, akik szociálisan mindenképpen támogatásra szorulnak. Ugye az önkormányzatnak van körülbelül 2000 olyan ingatlanja, aminek nagy része szociális bérlakás, nyilván költségalapú és piaci is van közte. Elég sok segélyt kell adni. Mennyire vannak elmaradva a lakbérfizetéssel ezek az emberek? Hát ez, én azt gondolom, hogy több százmillió forintos elmaradás. Van-e moratórium a kilakoltatás ellen, vagy előfordul a 15. kerületbe is, hogy végül is kilakoltatják a... Csak a legvégső esetben, tehát hogyha a bent lakó abszolút nem együttműködő, esetleg agresszíven reagál az önkormányzat megkeresésére ebben az esetben, de így is próbálunk olyan megoldásokat választani, egy alacsonyabb komfortfokozatú lakásba áttenni, de nem ez a cél. Értem, hogyha az előző kadenciában együttműködött a Fidesz és a DK, ami egy nagyon érdekes lehet, majd visszanézem, mert ez kimaradt az életemből, akkor mesélj el nekem, hogy most a pandémia idején hogy tudtak együttműködni. Nem nagyon, én azt mondom. Nem nagyon. Hogyha békeidőben tudtak együttműködni tűz és víz, akkor most, amikor... Értem. Békeidőben Hajdú László polgármester úr vezette, tehát az előző ciklusban. Hajdú úr elég nagy tapasztal rendelkező önkormányzati vezető, lehetett vele együttműködni, a jelenlegi vezetéssel
igazán nem egyszerű. Tehát hány fideszes és KDNP-s van ellenzékben? 5 fideszes képviselő van, és szemben belünk 16-an ülnek. Próbáltunk együttműködni, de erre most jelen pillanatban egyelőre még nem látok együttműködési lehetőséget. Bizottsági szinten igen, tehát ott működik, de a testületi döntéshozatalban gyakorlatilag nem kapunk információt sem egy döntés hátteréről, hát így azért elég nehéz együttműködni. Értem, de az előző kadenciában azért sikerült a maguk módján. Így van, így van. Hajdúrral, ő az együttműködésről híres, tehát ővele ez könnyű volt. A járvány idején megpróbáltunk egy olyan megállapodást kötni, hogy milyen területen működjünk együtt. Sajnos ebben megint politikai ellenkezések zuhantak, úgyhogy nem lehetett. Tehát a fideszes képviselők saját elhatározásból akár mondhatjuk azt, hogy egy havi tiszteletdíjukat fölajánlva támogatták a rászorulókat, elmentünk helyettük vásárolni, tehát amit ebben az esetben lehetett, azt elvégeztük. Milyen jövője van ennek? Egy szorosabb együttműködésnek. A lakók vajon miért döntöttek úgy, hogy nem kérnek önökből? Illetve... Sajnos ez a mai napig kérdés. Nyilván mit csináltak rosszul? Igen. Én azt gondolom, hogy egy országos protest, tiltakozás volt az oka ennek a döntésnek. Látjuk jól, hogy a fideszes képviselők az előző ciklusban is jól működtek, de úgy tűnik, hogy valahogy a lakosság inkább most egy új személyt szeretett volna körzetenként ezekben a döntésekben, jellemzően a 14 körzetből egyet sem. Lehet, hogy elbízták magukat, és nem dolgoztak elég nehezen? Nem, nagyon keményen dolgoztak. Iszonyú nehéz lehet megmagyarázni, amikor egy meccset valaki elveszít, de itt ez van. A meccs, ez 4 évre szól. 5 évre szól. Így van. Én azt gondolom, hogy valahogy ez a DK-val való együttműködés, ami ugye megszakadt a választások előtt másfél évvel, és onnantól kezdve egy elég erős ellenszélben működött a Fidesz frakció, ugye az összes önkormányzati médium segítette a városvezetést, így azért elég nehéz föllépni fideszes képviselőként. A legtöbb esetben pusztán képviselőként működtünk, tehát nem volt lényeges az, hogy Fidesz vagy nem, úgy segítettünk a lakosságon, vagy úgy szerveztünk fejlesztéseket. Mondok egy példát, egy zebrát kellett az óvodához fejleszteni, vagy elkészíteni, ez több mint 5 évébe került az önkormányzatnak. Tehát ez egy érthetetlen. De könyörgöm, hogyha 5 évig tart egy zebrát felfesteni, akkor tudko, hogy arra nem fogok szavazni, akinek 5 évig tart egy ilyen. Így van, várjuk meg, hogy ebben az 5 évben milyen egyéb fejlesztések valósulnak meg. Azt azért látjuk, hogy a Fidesz támogatásával egészségügyi fejlesztések indulnak el, illetve valósulnak meg talán ebben a ciklusban. Ennek ellenére még további rengeteg gazdasági fejlesztési lehetőség van. Hány százalék a munkanélküli? Hála jó Istennek, ugye a pandémia előtt nem volt magas a munkanélküliek száma, most az alacsonyan képzettek között azért találunk, akinek újra munkahelyet kell keresni. Én azt gondolom, hogy maximum a lakosságnak, tehát a munkaképes lakosságnak ilyen 8%-a lehet. Van olyan statisztikája, hogy az átlag életkor milyen a kerületében? Előregedő kerületről beszélünk, tehát az egyértelmű. Én pontos számot nem ismerek, de én azt mondom, hogy az átlag életkor az inkább az 50-60 év között található. Lakótelepi lakásokban nagyon sok idős él, tehát ott igazán szükség van a segítségre, illetve hát ugye a kerület az 3 részből áll, ezt talán tudják, Újpalota, Pestújhely és Rákospalota. Melyik ebből a legvonzóbb? A számomra nyilván Rákospalota, tehát az egy ilyen kertvárosi rész.
Pestújhely szülöttje volt mondjuk Antal József, tehát az is egy érdekes terület. Aki a lakótelepi világot szereti, annak pedig ott van Újpalota a nyűgyeivel és az erőnyeivel. Úgyhogy... Ha önnek lehetnek álmai, akkor mit szeretne ennek a kerületnek? Egy olyan városvezetést, amelyik vállalkozásbarát, és nyilván, hogyha ezt a kerületet sikerül felpörgetni, akkor itt nem lesz 10%-os, vagy akár még magasabb munkanélküliség. Szociális segélyre sem biztos, hogy ilyen mértékben lesz szükség, szociális bérlakásokra pedig egyáltalán nem. Én azt mondom, hogy ezért kell dolgozni. Mennyire vonzó ez ma, ez a kerület a fiataloknak? Vannak-e óvodáik? Milyen az iskola rendszerük? Hogyne. Iskolarendszer is jó, ez most nagyon érdekes volt, hogy a pandémia alatt ez az online oktatás. A tanárok nagyon ügyesen, minden tiszteletet megérdemelve föltalálták magukat, és nagyon jól változtattak az eddigi tanítási rendszeren. Miután van egy 13 éves kislányom és egy tanár feleségem, ezt pontosan látom, hogy ez az oldal az... Akkor részese volt ennek a... Így van, segítettem én is a digitális átállásban, mert azért ez egy nagyon érdekes szerep volt. A kerület... Mennyire volt a gyerek elégedett? Nem hiányoztak még az osztálytársai? Vagy dehogy le tudta foglalni őt a képernyő? Az elején igen, az elején egy ilyen kíváncsisággal ugrott neki az ilyenfajta tanulásnak, és miután ugye olyan először Skype-al indultak el, és akkor azért a 20 osztálytárs szintén megjelent, bár csak virtuálisan ebben a térben. Az elején mondjuk egy hónapig ez elegendő volt, utána viszont már folyamatosan nyűg volt, úgyhogy kertes házban lakunk, úgyhogy ennek minden előnyét kihasználtuk, úgyhogy kedben. Tehát a gyerekeknek körülbelül egy hónap, ameddig ezt el tudják viselni. Ez így van. Bízunk benne, hogy a következő az rövidebb lesz, vagy inkább ne is legyen. Inkább ne legyen. És próbálja meggyőzni a kerület lakóit, hogy legközelebb önökre szavazzanak, és akkor talán. De lehet, a mostaniak azért jól teljesítenek? A fideszes képviselőkre, ha gondolok, igen, jól teljesítenek. Többen... Gondoltam, hogy magára nem fog rosszat mondani, igen. Hát, ha lehetséges, akkor azt mondom, hogy ezt talán azért a lakosságból is alátámasztják. Kíváncsisággal vagyunk az ellenzéki képviselőkkel kapcsolatban. Van, akit ismerünk és elismerjük az eddig nyújtott teljesítményt. Van, ahol nyilván még kérdések merülnek fel. Ennyi időnk volt a 15. kerületre. Kíváncsiak voltunk, hogy mi történik ott. Majd hívjuk azokat is, akik vezetik jelen pillanatban ezt a kis városrészt. Kedves nézőim, az elmúlt 15 percben, bő negyed órában kis kirándulást tettünk. Kicsit kiebb mentünk a 15. kerületbe, itt volt a 15. kerület. Csonka László önkormányzati képviselő, aki a Népjóléti Bizottság tagja is. Bízunk benne, hogy a kert az jó lesz, de nem kell többet interneten tanulni. Vagy ha igen, akkor már tapasztalatunk van benne. Köszönöm, hogy itt volt. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Következik Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Tartsanak velünk!